Várj ki klubkártyádat a Puskás Akadémia hazai mérkőzéseire ingyenesen a megszokott pénztári nyitvatartási időben. Nagyon nagy győzelem volt a mai, hiszen múlt héten 2-0-ra tudtunk fordítani, vagy 0-2-ről, 3-2-re, és ez a csapatban maradt ez a diadal. Tényleg a játékosaim úgy gondolom, hogy ma mindent elkövettek azért, hogy megnyerjük ezt a találkozót. Nem megúszni akartuk ezt a találkozót, hanem megnyerni. Fontos momentumok voltak a mérkőzésen, fontos fordulópontok, amiben ki lehet emelni neveket, a Tisler Patrikot, a Lencse Lászlót, de legfontosabb a Danilovics neve, aki egy büntető hárításával meccsben tartott minket, ez fordulópont volt, illetve a Lencse egy csodálatos gólt rúgott, amivel visszahozott minket, a Patrik gólja pedig olyan erőt adott a csapatnak, amivel elhittük, hogy ezt a találkozót meg lehet nyerni, hiszen a második félidőben voltak olyan momentumaink, amivel úgy gondolom felé tudtunk nőni a Győrnek, bár a vezető gól után nagyon nagy nyomás alá helyezett minket a Győr, szorványos kontrákkal tudtunk ugyan veszélyeztetni, de amennyiben nem sikerült a védőknek blokkolni, utána mindig volt egy Danilovics, aki ma tehát nem is tudom milyen jelzővel illesse, nem is illetem inkább semmivel, minden méltatlan lenne hozzá. Úgy gondolom a csapatot a győzelembe segítette, és ennek ellenére azt ki kell emelnünk mindenkit, hiszen mind a fiataljaink, mind az idősebb játékosaink, és nem csak az előbb említett játékosok teljesítménye kellett a mai győzelemhez. Mindig is egy egyenes ember voltam, ezen nem szeretnék változtatni most se. Azt gondolom, hogy megtettem mindent azért, hogy az Eto jó szerepeljen, és a lelkiismeretem teljesen tiszta. Hogyha egy csapatnak ennyi helyzete van, akkor nem feltétlenül az edző a hibás. A felelősséget vállalnia kell mindenkinek, felelősséget kell vállalni annak, aki kiadja a 11-est, annak, aki 2 méterről nem tud gólt lőni, és annak, akinek a kapujára lövés megy, az gól bármilyen szögből. A felelősséget vállalni kell. Én ezt a helyzetet nem fogom, nagyon nehezen tudnám kezelni, hogy hétfőn mit mondjak, hiszen ha most nem mondanék semmit, csak az összes nyilatkozatomat visszanéznétek, akkor ugyanaz lenne minden mérkőzés. Ez a mérkőzés meg volt nyerve az első fél időben. Gólokkal. Gólokkal. Én a tulajdonosnak felajánlom természetesen a lemondásomat, mert mindenféle anyagi szolgáltatás nélkül természetesen, mert nekem nagyon fontosak ezek a srácok, és nagyon fontos az, hogy az Eto jól szerepeljen, hiszen nagyon sok mindent kaptam az Etótól. Úgyhogy a tulajdonos fogja eldönteni, hogy ez az én hibám, vagy nem az én hibám, természetesen mindenféle döntést elfogadok. Ha az Etónak jobb lesz attól, hogy egy másik ember ül a kispadján, akkor üljön egy másik ember a kispadján. Én és az én stábom az emelt fővel érkezett, és ha kell, akkor emelt fővel is fog elmenni, mert ez a csapat ugyanúgy játszott, mint tavaly, azzal az apró, de nem elhanyagolható különbséggel, hogy a helyzeteit rendre kihagyta. Tisztában vagyok azzal, hogy egy Etónak egy bajnokságban 5-ször nem szabad kikapni ilyen játékos állományra. Köszönöm szépen, uraim!